Mostantól nem ennek a pesti úti telepnek az udvarát díszíti a gyönyörű fenyő. Ma reggel azért érkeztek a szakemberek, hogy kivágják, majd daruval a pótkocsira tegyék, és elszállítsák a Szabadság térre. A járókelők is megálltak, hogy fotózzák, nyomon kövessék, ahogyan a hatalmas fa a helyére kerül, és heteken át díszíti majd a teret. A város karácsonyfája az egyik, ha nem a legszebb éke az ünnepvárásnak. A Várva Kft. Minden ősszel felhívást tesz közzé, hogy megtalálják a megfelelő fenyőt. Nem volt ez másként idén sem. Cegléden a Pesti út 76 szám alól érkezett. Ezúton is köszönjük a felajánlást az egyik helyi fémmegmunkáló cégnek. Ő ajánlotta fel ezt a gyönyörű ezüst fenyőfát. Igazából mi már ezt 2 évvel ezelőtt kinéztük magunknak, hogy nagyon szép lenne itt a város főterén ez a fa, csak akkor még nem volt könnyen megközelíthető. Mostanra azonban minden akadály elhárult, és zökkenőmentesen sikerült elszállítani a fenyőt a térre, és beállítani a helyére. Mint évek óta mindig, most is ezüst fenyőt választottak a Várva munkatársai, és természetesen fontos szempont volt a szimmetria, valamint a magasság. Én 12 méternél nagyobbra satszolom, mindenki láthatja, hogy gyönyörű, szép, arányos ágrendszerrel rendelkezik. Szerintem könnyű lesz a díszítés is, könnyen megvalósítható lesz. Az ezüst fenyő azért is nagyon jó választás, mert az ágak kevésbé törnek, így a szállítás és a díszítés szempontjából is ideális. A fénydekorációt már ma feltették a fára, jövő héten pedig a gyönyörű, kézzel készített hatalmas díszek is rákerülnek. Advent első hétvégéjére már teljes pompájában fogadja a térre látogatókat.